Az én édesapám Bernát László 14 éves volt, amikor szüleivel és a nagyobb családjával együtt elvitték Nagykátáról az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborba. Jó géneket örökölhettem, mert a családból többen is hazajöttek, köztük apám, akit ma is szellemileg tökéletes állapotban találhatunk, fizikailag egészen jó állapotban van. A Facebook viszont nem az ő világa. Én viszont úgy érzem, rengeteg története közül van olyan, amit itt is megörökítésre érdemes. Hogy pontos legyek, tőle plagizálok, ugyanis emlékeit az Időmozaik című könyvében egyes szám harmadik személyben megírta. Nem volt benne biztos, hogy az anyját látja. Legalább 50 méterre mentek el a női láger szöges drótja mellett. Meglepetésükre reggel az appel a létszám ellenőrzés után nem engedték szétszéledni őket. Pontosan az ő barakjukat szemelték ki az SS őrök, hogy valahová elvigyék őket. Mondani természetesen semmit nem mondtak. Így akadt is a sorban, aki ilyetten sugdulózni kezdett. Visznek bennünket is a gázba, mint a cigányokat. Nem sokkal azután marasztalták őket ötös sorokba, hogy egyetlen éjszaka alatt elvitték az összes cigányt az auschwitzi éláger túlsó barak sorából. Még mindenki emlékezetében élt a kiabálás, motorzúgás, parancsszavak ordítozásának ijesztő hangzavara. Nem csoda, ha valakinek éppen ez jutott az eszébe. A menetoszlop elindult a főúton, egyenesen a láger részük kapuja felé. Kiléptek egy útra, de az se nem a krematóriumok, se nem a vasúti sínek felé vezetett, hanem valahová kifelé, mintha a folytatása lett volna a cigányláger főutcájának. Csak itt már nem voltak két oldalt barakkok. Akkor látták meg a női foglyokat. Messze mentek tőlük, de ahogy önkéntelenül lelassítva haladt a sor, egyre több nő ácsorgott a drótkerítés belső oldalán. Magyarok vagytok? Kiáltott egy hang a férfiak sorából. Fogd be a pofád! Németül ez különösen röviden hangzott. Halt's Maul! Szólt, és ütött már is az egyik SS kísérő, de a nők közül valaki visszakiabált, hogy igen, magyarok vagyunk. Sőt, elkezdtek neveket kiabálni. Férjek, testvérek, gyerekek neveit. Mert mellettük belül még nem álltak őrök, akik beléjük folytották volna a szót. A férfiak a gyerünk, gyerünk nógatás ellenére még lassabban mentek, de nem mertek visszakiabálni, mert nagy hurkákat tudott hagyni még a zsákvászon zubbonyon át is a gumibot, ami olyan kemény volt, hogy egyesek szerint ezek fából, vagy még inkább ólomból készülhettek, csak gumi volt a borításuk. Mégis, amikor egy-egy nevet elkiabáltak a nők, előfordult, hogy tényleg ott volt a sorban, akit kerestek. Akkor elkezdtek kétségbe esetten integetni, hogy oda át észrevegyék őket. Csak hát ilyen távolságról a csíkos ruhás nőket, méghozzá kopaszon, már a hozzátartozóinak is nehéz volt felismerni. Volt valami kis kendőféléjük, amit lehet csak azért kaptak, hogy a fejükre tegyék, de valamelyikük kitalálhatta azt a divatot, hogy a nyakukba kössék, mint valami kis sálat. A kopasz nők látványa amúgy is ijesztő volt. Egyforma tojás vagy kerekfejek sorakoztak a szöges drót mögött, és messziről úgy látszott, mintha csak rájuk festették volna a szemeket és a szájat, akárcsak a gyerekrajzokon. Itt a drótkerítéstől vagy 50 méterre az anyja szép arcát kereste az egyre sűrűbben integető nők között. Már nem csak azok emelgették a karjukat, akik rokonra, ismerősre találtak, hanem szinte minden nő a kerítés mögött. Hetek teltek el, hogy elválasztották őket a férfiaktól. Azt se tudták, hogy azok élnek, halnak-e. És a bizonyosság, hogy itt menetelnek előttük, megint valami halvány reményt adott számukra. Mint a férfiak számára is. Nem tudták egyik oldalon sem, hogy ez a remény mire jogosít fel, csak azt érezték, hitték, szerették volna hinni, hogy az életre.
hogy az a képtelenség, amibe belekerültek, talán mégis véget érhet egyszer. Mert itt vannak ők az egyik oldalon, ők pedig a másikon. Tehát az életnek vannak mégis létező szabályai, és ez az élethálo talán megvédi őket is. A kisgyerekes apukák ugyan ilyetten figyelték, hogy a nők körül nem lábatlankodnak gyerekek, de megint csak megnyugtatták magukat, hiszen meg is beszélték már. Biztosan máshová vitték őket, a gyerekeknek mégis több hely, talán jobb ellátás kell. A nők is ilyetten vizsgálták távolról az arcokat, mert ők viszont sehol nem látták a nagyapát, az igazán öregeket. De bizonyára ők is azt gondolták, azokat mégse hurcolják munkára, hiszen sokan közülük már menni is csak nehezen tudnak. Bizonyára a barakkokban maradtak. Ezen a napsugaras, késő nyári reggelen valamennyien azt hitték, visz még visszafelé út a normális világba. Sem a drót egyik, sem másik oldalán nem tudták, hogy többségük soha nem látja már. Se közelről, se távolról egymás szépnek tartott arcát. Az élet, amiben néhány órája még hittek, végleg eltűnni látszott valahol a magasban, és csak nagyon-nagyon kevesen lesznek, akik még emlékezni tudnak erre a távoli találkozásra. Ha minden igaz, Bernát László itt a nézőtéren.